Magyarország északkeleti szegletét, Szabolcs-Szatmár-Bereget mondják a Vizek megyéjének is. Átfogó képet ad Szabolcs-Szatmár-Bereg értékeiből az a 10 perces film, amely a Megyei Értéktár Bizottság megbízásából készült. A teljes alkotás mellett 3 rövidebb verziót is vágtak, amelyeket a közösségi médiában szeretne a testület terjeszteni. Két célunk is volt. Egyrészt az, hogy megpendítsünk olyan érzelmi húrokat, hogyha valaki ezt a filmet megnézi, hogy akkor valóban egy picit előjön belőle a szülőföld iránti szeretet, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. A másik nem titkolt célunk pedig az volt, hogy azért a fiatalabb generációhoz is szóljunk, és a filmnek a hangulata, a képi világa, ez mind-mind lehetővé teszi ezt, mert nekünk akkor van igazából értelme a munkáknak, és akkor érünk el eredményeket, hogyha lesznek olyanok, akik majd a utánunk következő generációkból szintén fontosnak tartják azt, hogy ezt az értékgyűjtő küldetést tovább vigyék, akár a családi életükben, akár a közösségükben. Hogyha ezt elérjük, akkor lényegében mindent elértük, úgyhogy ez a film is egy olyan szerepet tölt be majd ebbe a küldetésben, amelyet reméljük, hogy nagyon sokan fognak szeretni, sokan fognak megosztani, kihasználva a közösségi média felületeket is természetesen, és nagyon sokan fognak kedvet kapni ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az értékgyűjtő munkába. Minden évben egy-egy produkcióval, egy-egy vetélkedővel, közösségi rendezvénnyel igyekszünk ezt a mozgalmat még inkább színesíteni és élményszerűvé tenni. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a bemutató alkalmával azt mondta, jelenleg 150 értéket szemmel a megyei gyűjtemény, de nem zárt, folyamatosan bővítik. Nem gyűjtöttük össze az összes értéket, és nem zártuk egy vitrínbe, és időnként leporoljuk őket, hanem ezt folyamatosan gondozzuk, ébren tartjuk. Például ilyen kisfilmekkel, amelyek ennek a mostani ezévi pályázatnak az eredményeképpen elkészültek. Számos alkalommal volt már ilyen sajtótájékoztatónk, hiszen évente ezeket igyekszünk a sajtó révén is ismertetni ezeket a projekteket. Az Agrárminisztérium, illetve az elődje a Földművelési Minisztérium képviseltette magát ezeken a rendezvényeken, de miniszteri szinten még nem. Úgyhogy köszönjük miniszterünknek is, hogy itt volt ezen a 10. jubileumi alkalommal, hiszen a Hungarikum törvény az 10 éves. Jelenleg 83 érték szerepel a Hungarikumok gyűjteményében, a Magyar Értéktárban pedig 142 kiemelkedő nemzeti érték található. A bemutatón részt vett Nagy István agrárminiszter, aki egyben a Hungarikum Bizottság elnöke is. Azt mondta, az összegyűjtött értékek tartást adnak a magyar embereknek. Ad egy identitást, egy tartást a legkisebb településen élőkben is. Hiszen mégiscsak az a cél, hogy ebben a globalizálódó világban, ami minden uniformizál, próbál egy egységes mázzal leönteni. Tehát mégis legyen egy hely, ahova, ha megérkezünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, hazaérkeztünk, ez az otthonunk. Mert ha megkérdezzük ma, mitől is vagyunk mi magyarok, mitől vagyunk mi itt itthon a Kárpát-medencében, akkor tudnunk kell sorolni az értékeket. És az az értékpiramis, amely a helyi értékből, aztán megyei értékből, aztán a kiemelkedő értékek, nemzeti értéktárából, majd ugye a Hungarikum gyűjteménye, ahogy alakul, ez mind-mind egy-egy olyan tudatos felhívás, amely segít bennünket magyarrá, segít bennünket 21. századi emberré válni. A megyei értéktár folyamatosan bővül. Hamarosan újabb értékek kerülhetnek be a gyűjteménybe, hangzott el a szombati bemutatón. A filmet a bizottság honlapján lehet megtekinteni.